Jó estét kívánok! Egy nap, amikor mindent kipróbálhatsz. Ez a mottója a Neked munka, nekem álom című programsorozatnak, melyhez Székesfehérvár is csatlakozott. Városunkban 12 fogyatékossággal élő nyerhetett bepillantást a munkahelyek kulisszatitkaiba. Erről lesz szó a mai esti mérlekben, tartsanak velünk! Árufeltöltő, szociális gondozó, személyi edző, néhány hivatás, melyeket épp emberek sokszor csak hétköznapi munkának tekintenek. Vannak azonban, akiknek egy-egy hétköznapi pozíció is elérhetetlennek tűnik. Sérült fiatalok álma vált valóra a Neked munka, nekem álom program keretében, ami lehetőséget ad a hátrányos helyzetű emberek és a munkáltatók kötetlen találkozására. Székesfehérváron több munkahely is csatlakozott a különleges nyílt naphoz. Bennünket is a Budapesti Szalvavita Alapítvány szólított meg 3 évvel ezelőtt. Elmondták azt, hogy ez egy skandináv kezdeményezés, hogy milyen tapasztalatok vannak eddig, és hát a Caritást látták arra alkalmasnak leginkább, hogy belevágjon ennek a programnak a megszervezésébe. Ezt hogy kell egészen pontosan elképzelni? Mióta létezik ez a program városunkban? Hányan csatlakoztak hozzá, és miről szól, mit tudnak egy-egy ilyen napon tenni a fiatalok? Igen, tehát 2016 óta létezik itt Székesfehérváron. A hányan csatlakoztak? Hát az idén 8 munkáltató és 12 jelölt. Korábbi években az volt a gyakorlat, hogy minden helyre csak egyetlen fiatal ment kipróbálni az álom munkáját. Az idén először van arra lehetőség, hogy több munkát, illetve több ember is menjen egy-egy munkáltatóhoz. Ezen a napon arra van lehetőségük, hogy kipróbálják azt a tevékenységet, ami számukra egyébként nem biztos, hogy elérhető. És ez alatt nem kell olyan óriási dolgokat gondolni, mert sok esetben egy egyszerű betanított munka is nagy dolog annak, akinek a nyílt munkaerőpiac teljesen elérhetetlen, és abban is örömet találnak. Ráadásul ilyenkor a munkáltatók általában egy kicsit izgalmasabb programokkal is színesítik ezt a tevékenységet, tehát nem egyszerűen beültetnek valakit a munkapad mellé, hanem bemutatják a cégüket, néha több kollega is részt vesz benne, nagyon változatos programokat szoktak kitalálni, most lesz, aki például puzzle-t készít, valami kis rejtvényes, játékos feladatokkal dúsítja ezt a programot. Igazából ez a hozadéka, hogy közelebb kerülnek a munkáltatók és azok a munkavállalók, akiknek egyébként nagyon kicsi esélye van a nyílt munkaerőpiacon, viszont az is lehet a hozadéka, hogy némelyik mégiscsak alkalmasnak bizonyul egy-egy munkakörre, és voltak már ilyen felajánlások, minden évben vannak egyébként, hogy valakit alkalmaznának. Székesfehérváron egyébként milyen jellegű munkákat próbálhatnak ma ki? A műsorvezetés az egy sláger, az most már 3. éve mindig megjelenik, az ilyen média tevékenység. Akkor a kertészeti munkák, volt már olyan, hogy ruhagyárban szeretett volna valaki dolgozni, aztán állatgondozásban részt venni, akkor emberek segítésében és gondozásában is részt vesznek. A Székesfehérvári Egyházmegye számára kiemelten fontos a karitatív munka. Spányi Antal megyéspüspök a szeretet szolgálatának nevezi a maihoz hasonló segítségnyújtást. Ez a Caritas tevékenység sok irányú és sokféle módon próbálja a különböző társadalmi rétegeknek, a különböző helyzetekben élő embereknek az életét segíteni. Egy sajátos mozzanata ennek a munkának az, amikor a fogyatékkal élőket próbáljuk meg fölkarolni, szeretni, segíteni, próbáljuk az életüket színesebbé, szebbé, gazdagabbá tenni. Ennek a programnak most már hosszú ideje, évek óta egy nagyon fontos része az, amikor ezt a programot, amit nekem álom, neked munka címmel valósítunk meg, magunkévá fogadtuk, és ennek mi is részesei lettünk, mi is segítünk ennek megszervezésében és lebonyolításában. Nagyon örültem, amikor most ide beléptem, az egyik olyan munkatársunk, aki fogad majd ilyen embereket, ilyen fogyatékkal élő embereket, örömmel mondta, hogy nem csak a fiatalok izgulnak, hanem ők is, hogy hogyan tudnak örömet szerezni, hiszen
jól mondjuk, hogy jót tenni jó, jól mondjuk, hogy az a napunk, amiben tudunk örömet szerezni a másiknak. Egyébként mi mindent kaphatnak ettől a naptól, azon kívül még, hogy valamilyen szinten megvalósulnak az álmaik? Én azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy az ő életükben is sokféle pozitív inger legyen jelen. Amikor otthon vannak, abban megszokott körülmények között, és viszonylag egyszerű körülmények között, akkor el tudom képzelni, hogy az a mindennapi rutin, az egy inger szegénységet vált ki az emberből egy idő után. Amikor kimozdulnak, amikor el tudnak menni izgalmas helyekre, amikor új arcokkal találkoznak, akik őket értékelik, akik szeretettel fogadják őket, akik megmutatnak nekik számukra titkokat, akkor valami olyan valósul meg az életükbe, ami azt hiszem fölvillanyozza őket, egy hosszú időre élményekkel teszi gazdagabbá az életüket, amiről egymással beszélgetnek, egyáltalán színesebb lesz a mindennapjuk, és ez egy nagyon nagy dolog, azt hiszem. Gazdagodnak, boldogabbak lesznek, érzik, hogy ők nem fölöslegesek, ővelük törődnek, hogy nekik is megvan a helyek közöttünk és velünk együtt ebben a világban. Fontos üzenetei vannak azért ennek a napnak, és az elnevezés is beszédes. Ugye nem csak arról van szó, hogy a fiataloknak az álma valósulhat meg, hanem arról is, hogy ugye ami nekünk munka, az átlagembernek ugye lehet egy hétköznapi nyűg néha, fáradtság, tehát minket is taníthat azért ez az elnevezés, ez a mai nap valamire. Az okos ember az mindig tud tanulni. A késznek az esze nem elég eleven, az sokat moroghat, hogy már megint mindig ugyanaz, de az okos ember az mindenből tanulhat. És hogyha mi bennünk kellő érzékenység van, és tudjuk a helyünket a világban, akkor bizony igaza van, tudunk tanulni ezektől a fogyatékkal élő fiataloktól, akik rá tudnak mutatni számunkra egy-egy munkának, ami nekünk mindennapi rutin, a szépségére, az örömére. Kellene, hogy megtanuljuk értékelni a magunk helyzetét, a magunk életét. Nem mindig a rossz oldalt kell nézni, nem mindig panaszkodni kell, és nem azt kéne nézni, ami nincsen, hanem kéne örülnünk annak, ami van. És akkor azt hiszem, hogy a mi életünk is minden nap gazdagabb és boldogabb lenne. A Szent Kristóf ház három növendéke is részt vett a programon, akiknek régen dédelgetett vágyuk válhatott valóra. Hát a mai napon egy kicsit kevesebben vagyunk, mint az elmúlt években, de úgy gondoltuk, hogy kicsit teret adjunk másoknak is, úgyhogy most több iskolás van a bevontak között, de most is vannak hárman a Szent Kristóf házból. Ők különböző olyan területeket próbálnak ki, ami számukra érdekes, tehát nem véletlenül, hogy az álmukat mondták el itt a jelentkezés során. Az egyik fiú egy olyan kamion gyártóhoz fog elmenni, ahol egyben ló szállítása is alkalmas, és egy ilyen lakórész is készül a kamionba. Ő nagyon mindig nagyon érdekelte a közlekedés, a buszok, vonatok, kamionok, úgyhogy ő neki ez az álma ténylegesen, hogy lássa ezt. Hát nyilván itt, amit elmondott, hogy ő szívesen vezetne, és egy ilyet, az nem biztos, hogy reális, de hát gondolom azért megengedik, hogy beszálljon esetleg így a vezető fülkébe is. A másik fiú a konditerembe fog elmenni, ő egyébként is egy ilyen sportos alkat, tehát ő úszik, tornászik, tehát nagyon sok mindent végez így, ráadásul a családban a testvérei szintén ilyen fitness edzéssel is foglalkoznak, úgyhogy most ő be tudja majd azt is bizonyítani, hogy ő is képes erre, nem csak a testvérek, úgyhogy ez egy külön ajándék neki. A harmadik fiú pedig a Grundfosban egy olyan összeszerelést fog kipróbálni, ami számára egy új dolog lesz, de mi így a mindennapokban azt láttuk rajta, hogy ő nagyon ügyes ilyen szerelésekbe, kézi munkákba. Ráadásul nagyon alapos is, úgyhogy azt gondolom, hogy nem fogunk csalódni benne itt a próba közben sem. Iskola végzés után kerülnek hozzánk a Szent Kristóf házba, és hát többnyire azért most már egy 5-10 év eltelt, amióta ők az iskolából kiléptek, és eddig nem sikerült nekik olyan munkahelyre eljutni, akkor akár részmunkaidőben is tudtak volna valamit csinálni. Az intézményen belül mi indítottunk egy fejlesztő foglalkoztatást, amiben bevontuk őket ilyen napi 1-2-3 órás munkavégzésbe. Ezek ilyen egyszerű tevékenységek, kertgondozás, különböző egyszerű kézzel elvégezhető tevékenységek, amiben nagyon ügyesek egyébként, a gyógynövénygyűjtéstől a szárításig, csomagolásig, szóval nagyon sok mindent tudnak megcsinálni, de ugye ez nyilván nem egy nyílt munkaerőpiac. Azt gondolom, hogy ha reálisan nézzük, akkor az szerintem ők azért nem olyan könnyen tudnának kilépni így a nyílt munkaerőpiacra. Pont ezért gondoltuk, hogy ott helybe kell akkor valamit biztosítani. Bár én mindig azzal biztatom a
munkáltatókat is, meg nálunk lévő fiatalokat is, hogy a jövőbe merjünk nagyokat álmodni, mert soha nem tudjuk. A tavalyi évben volt egy olyan fiú, akit már szerettek volna leszerződtetni, akár napi munkaidőbe, mert olyan szorgalmas volt, olyan készségesen csinált mindent, és olyan ügyes volt, hogy szinte ott akarták tartani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs ilyen lezárt dolog, hogy most van-e esélyük, vagy nincs. Lehet, hogy most még egy kicsit távol vagyunk ettől, de én bízom abban, hogy egyre közelebb tudunk lépni. Voltak, akik a KNKK munkájára voltak kíváncsiak, az autóbuszpályaudvaron megnézhették a forgalomirányítást, bepillantást nyerhettek a menetrend összeállításába, megtudhatták, hogy kinek mi a feladata az állomáson, és a menetrend módosítás miatt kicserélhették az induló kocsi állások utastájékoztatóit. A fiatalok már végzik a mai munkanapjukat, hiszen ők ma egy munkanapra érkeznek hozzánk. Itt találkoztunk az autóbuszpályaudvaron, itt kicserélik az utastájékoztató eszközöket, hiszen ha menetrendváltozás van, akkor ezt meg kell tennie a kollégáknak. Aztán pedig egy saját járattal, amit ők tervezhetnek meg útvonalban, elmegyünk a műszaki telephelyünkre itt Székesfehérváron, ott kereket cserélnek, illetve egy diagnosztikai vizsgálatnak vetik alá az egyik autóbuszunkat. Tartalmas programot állítottunk össze, azt gondolom, remélem, hogy igazán egy jó hangulatú munkanapnak fogják majd fel. A kollégáim legalább annyira várják és izgatottak, mint maguk a fiatalok. A KNKK miért vesz minden évben részt ezen a programon? Azt gondolom, hogy ez teljesen természetes a társadalmi felelősségvállalás szempontjából is, illetve a közlekedés mindenkié. Nincs olyan rétege a társadalomnak, akik nem közlekednek valamilyen módon, és sok szereplős is. Tehát annak ellenére, hogy nem autóbusszal közlekednek, de mindenképpen kell figyelniük az autóbuszos közlekedésre is. Ezeknél a fiataloknál ez hatványozottan igaz, azon kívül is, hogy ők nagyon-nagyon szeretik az autóbuszokat, és jobban ismerik sokszor az autóbuszok menetrendjét, mint mi magunk. És most elindul. És úgy sétálom szépen. Egy másik izgalmas hely a konditerem, Bence egy régi álma most itt válhatott valóra. A dankóros fiatal minden nap tornázik, kiválóan úszik, teljes életet él. Testvérei személyi edzőként dolgoznak, ezért szeretett volna bepillantást nyerni egy edzőterem mindennapjaiba. Igyekszünk neki megmutatni a szépségeit és a nehézségeit is a történetnek, hiszen hát, mint ahogy az ő életükben, a mi életünkben is, egy vállalkozás életében is vannak jó és rossz napok, és nehéz is megoldandó problémás helyzetek, de természetesen nagyon sok öröm. Úgyhogy remélem, hogy sok mindent át fogunk tudni adni. Mi nagyon örültünk annak, hogy érkezett egy megkeresés, azt tudni kell, hogy egyébként ő választott bennünket, nem mi őt, úgyhogy ez a kívánság nekünk ilyen nagyon nagy öröm volt, hogy szeretne idejönni, és szeretne megismerkedni velünk, és az, hogy csatlakozhatunk egy olyan programhoz, amin keresztül mi is valamilyen szinten felhívhatjuk a figyelmet ezekre az ügyekre, az ő ügyére, vagy a sérültek ügyére, az azt gondolom, hogy egy felelősség, kötelesség és egy jó érzés is egyben, úgyhogy hát csak örülünk, hogy tényleg itt még egy helyzet van, amiben tehetünk valamit. Azt gondolom, hogy a mi életünkben is egy színfolt, egy jó öröm, és szerintem, hogyha valaki egy picit jobban beleássa magát ebbe az ő világukba, akkor azt gondolja, hogy vagy hát meglátja azt, hogy nagyon sok mindent tanultunk tőlük, hiszen hát sokkal nyitottabb, sokkal inkább kifejezik az érzelmeiket és minden másik, és azt gondolom, hogy mi csak tanultunk tőlük. Úgyhogy ezt a lehetőséget ezért nem szerettük volna kihagyni, hogy mi tanuljunk egy napot. Vannak-e nálatok egyébként fogyatékossággal küzdők, akik megjelennek esetleg időről időre az edzőteremben, és hogyan próbáljátok meg őket segíteni? Hát alapvetően mi nyitottak vagyunk mindenre, és ez a vendégek körében is igaz, és azt gondolom, hogy ehhez, ami elengedhetetlen, és lekopogom nagy szerencsénkre, a vendégkörünk is olyan, hogy amikor valaki jön, akár egy túlsúlyal, vagy bármilyen nehézséggel, ami az ő életében van, akkor nem kinézik, hanem odaállnak mellé, és egyből segíteni szeretne mindenki. És azt gondolom, ez nagyon fontos. És mi is ezért állunk ezen ügy mellé is, hogy sarkaljuk őket, és hogy mondjuk el, hogy a sport mindenkié, és hogy a sport igazán sokat tehet mindenkinek az életében, ha él vele. És azt gondolom, itt egy jó példa, a fiatalember sport itt van, és vele együtt megmutatjuk azt, akár annak, aki itt van, meg akár annak, aki nézi esetleg most a műsort, hogy igenis a sport tényleg egy jó dolog, és tényleg sok mindenben segíthet, és tényleg mindenkié. Pár szót még beszéljünk arról, hogy mi minden vár az alkalmi munkatársatokra a mai napon. Hát gyakorlatilag ugye ő arra vállalkozott, hogy belekukkantson egy edző életébe. Én azt gondolom, hogy ez egyik legkönnyebb része a mi munkánknak, az, amit egy edző csinál, hiszen hát neki be kell jönni edzést tartani, és ezen felül persze fontos, hogy foglalkozzon
a kuncsaftokkal, a vendégekkel, de azért a meló, a háttérmunka része az az ő életükből kimarad. Ezért mi azt a merényletet találtuk ki, hogy meg fogjuk neki mutatni azt is, hogy miből áll egyébként a pult, miből áll az, hogy a vendégeket hogy fogadjuk, milyen rendszerrel kezeljük őket, hogyan tartjuk nyilván, mik azok a problémák, amik felmerülnek, hogyan kell ezeket megoldani, mert hát hiszen itt a takarítás és annyi minden lehetne, amit mondhatnánk, ami működéshez hozzátartozik, hogy érdemes belekukkantania, hogy ne csak a jó részét lássa, hanem azt is, hogy kemény emekkel küzdenünk minden nap az elemekkel. Bocsánat, a friss munkatársunk szeretne nektek adni a ajándékot. Jó, köszönjük szépen! Jó, hogy látod, hívatta ki! Szia! Adodom. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És most ilyen energiaitalt? Nagyon, csak kivettem valamit onnan, bocsánat, nem tudom. Jó, köszönjük szépen! Szívesen van! Jó munkát! A Neked munka, nekem álom program évek óta nagy sikerrel működik mind a munkáltatók, mind a különleges képességű fiatalok körében, ami egy jó lehetőség a személyes találkozásra, a kölcsönös tapasztalatszerzésre, érzékenyítésre. A mai nap egyik legfontosabb üzenete tehát, ami nekünk munka, másnak csak álom lehet. Becsüljük meg azt, ami nekünk épp embereknek megadatott, és segítsünk fogyatékkal élő társainknak a társadalomba való beilleszkedésben. Ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!